Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M Store csatornán, az én nevem Zsolt. Jól tudjuk, hogy a xiaomi kezd beállni a rendszer. Évelején jön mondjuk a Xiaomi 13, vagy jövőre már a 14-es sorozat, az év második felében pedig ezeknek a modelleknek a T változata érkezik meg a piacra. Közben pedig ott van a Redmi Note, vagy a Poco, vagy rengeteg más olyan modell, szinte megszámlálhatatlan mennyiségű telefonnal rukkor elő a gyártó, de talán azt revesgetik a plegykák során, hogy 2024-ben már átláthatóbb lesz a portfólió. Mondjuk ezt mondták 2023 3 ra 2-re és 1-re is. Hát tény, ami tény viszont, hogy a Xiaomi 13T sorozat talán az egyik legjobb, vagy az eddigi legjobb T széria, amelyek közül most a Xiaomi 13T-t mutatjuk be nektek, ugyanis ez érkezett meg az M-Store kínálatába. Ez pedig egy olyan remekbe készülék, ami 144 Hz-es kijelzővel bír, emellett korrekt hardware kapott, IP68-as vízállósággal rendelkezik, és három hátlapi kamerával hívja fel magára a figyelmet, nem beszélve a gyors töltésről. Lássuk tehát, hogy mit mit kell tudni a Xiaomi 13T-ről. Hát először is azt, hogy a dobozban mindent megkapunk, ami szükséges ahhoz, hogy használatban vegyük a telefont, vagy éppen utána tölteni is tudjuk. Például van tok, hogy védjük a hátlapot, emellett használati leírás, szintű USB-C kábel és még 67 wattos töltőfe is, tehát valóban mindent megad a Xiaomi, és még az előlapi kijelzővédő fóliáról sem kell lemondanunk szerencsére. Design tekintetében szerintem nagyon minőségi a készülék, jó összeszereléssel és alapvetően kellemes fogással, ráadásul IP68-as víz és porálós is A jobb oldalára került a hangerőszabályzó billentyű, illetve a bekapcsoló gomb, felül pedig felfedezhetjük az infraportot, illetve a hangszorót, aminek van alul is egy párja, tehát stereo hangzásra képes a készülék. Alul pedig van még egy szimtáca, amire két darab nanoszimet lehet helyezni, tehát duászim képességekkel rendelkezik a telefon, plusz még egy USB-C csatlakozót is megfigyeletünk, A hátlap fényes fekete, a kamera sziget Elég látványos, és három kamerát tartalmaz, ezekről majd később fogok szót ejteni. Először beszéljünk inkább a kijelzőről, amik sík panel, tehát sokan inkább ezt részesítik előnyben, és 144 hz AMOLED panelről beszélünk, remekül kezelhető, gyönyörű színekkel rendelkezik kivel a betekintési szöge, és akár a gyártó szerint több mint 2000 nites pontszerű fénycsülőséggel rendelkezik, tehát nagyobb, erősebb napsütésben is jól látható. Egy 6,67 nincses kijelző ez, amit Gorilla Glass 5 üveg véd, Dolby Vision támogatással is rendelkezik, a felvontása pedig 1220x2712 pixel, de tényleg a legjobb benne az, hogy 144 hz a képfrissítése, tehát valóban nagyon folyamatos felhasználói élményt produkál. Az egységét pedig egy 20 megapixeles előlapi kamera bontja meg, a képen látható képminőséggel, és most mutatok egy videót is vele. Kép és hangminőség teszt a Xiaomi 13T előlapi kamerájával, ami Full HD 30 f ben rögzíti a videókat. A kijelzőbe építették az új olvasót, ami jó helyen van, viszonylag kényelmes is, de mindenképpen gyors, precíz jól működik tehát. Hardveres téren pedig eltér egymástól a Xiaomi 13T Pro, illetve a Xiaomi 13T, utóbbiba egy Mediatek Dimensity 8200 Ultra került, ami kimondottan csak a Xiaomi számára készült, emellé jár még 8 GB RAM, illetve 250 GB-os UFS 3.1-es adattároló. A Mali G610 MC6 grafikus gyorsító nyilván nem a játékosok számára készült, de a legtöbb játékot képes azért elfuttatni, jól működik, a hardveres teljesítmény pedig bőven elég nem csak a mindennapi használathoz, hanem akár a komolyabb teljesítményhez. Ami pedig nagyon szuper, hogy a telefon összességében nem melegszik drasztikusan, jól is tartja a teljesítmény szintet, tehát jól használható a mindennapi feladatokra is. Egyelőre Android 13 és emellé pedig MIUI 14 operációs rendszer jár a telefonhoz, de a Xiaomi ígérete szerint 4 fő verzió frissítést fog kapni a készülék, tehát aki ezt a telefon megvásárolja, szinte biztos lehet abban, hogy hosszú ideig up-to-date lesz a telefonja, ráadásul a biztonsági frissítések 5 éven keresztül ér keznek majd a Xiaomi 13 tére. Az operációs rendszer pedig valószínűleg már mindenki jól ismeri, aki használt Xiaomi telefont. A földalakat személyre tudjuk szabni vicsetekkel, gyors ikonokkal, felülről le tudjuk húzni az értésítési felületet, vagy akár pillanatok alatt meg tudjuk nyitni a háttérben található alkalmazásokat. Tényleg jól használható operációs rendszer, gyors működéssel, jó stabilitással. A beletásokban pedig számos dolgot személyre tudunk szabni, az Always on Display, vagyis a mindig aktív kijelző nem csak 10 másodpercig aktiválható, hanem mindig mindig bekapcsolható, hogy lássuk az értesítéseket, hiszen értesítési ledünk nincsen. Emellett pedig a kijelzőnél szemre tudjuk szabni a sötét módot, a világos módot, az olvasó módot, vagy éppen a frissítési frekvenciát is. Kettőféleképpen 60 vagy 144 hz lehet állítani. Nyilván utóbbi a sokkal folyamatosabb, de az automatikust érdemes inkább bekapcsolni. A vibromotor, mivel haptikus, ezért jól használható és az érintések visszajelzésére is alkalmas, van értesítések és irányító központ, utóbbinak a stílusa is megváltozható. A kezdőképernyő mindennél pedig ott van az alkalmazás fiókos elrendezés, vagy éppen a rendszervezélés, ami történhet kézmozdulatok, vagy éppen gomboknak a segítségével, sok minden más is személyre szabható természetesen, de még a további beállításoknál kiemelném, nem csak a levegőlabdát vagy az egykezes használatot, hanem a memória bővítményt virtuálisan tud hozzáadni a rendszer 4, 6 vagy 8 gb a rendelkezés álló RAM-hoz, illetve az ulanyomat olvasom keresztül még a pulzus számot is tudjuk mérni több-kevesebb sikerrel. Számos alkalmazást található a telefonon, de nyilván mindent le tudunk tölteni a pléjáruházból, biztonságaplikáció, applikáció le tudjuk tiltani az egyes számokat, galéria alkalmazás, időjárás, illetve mi távirányító a fenti infra segítséggel, ugyanis tudjuk vezérelni a különböző eszközöket. Hátveresen tehát bár elmarad azért a Xiaomi 13T-nek a teljesítmény a 13T Pro-tól, a mindennapi használatra tökéletesen elegendő árérték arányban szerintem teljesen rendben van a készülék. Ráadásul ugyanazt a kamerarendszert kapta meg, mint a Pro, itt tehát nincsen különbség. Van egy 50 megapixeles főegységünk f 1,9-es rekeszértékkel és optikai stabilizációval, van egy szintén 50 megapixeles szenzorunk kétszeres zoommal, és egy 12 megapixeles széles, 120 fokos nagylátószögű egységünk is, videózni pedig 4K 30 fps ben lehet. A kamera szoftver jól használható, könnyedén lehet váltani a különböző lencsék között, rendesen ez már az új verzió, ennek köszönhetően a lefelé mutató nyíra kattintva, a képaránytól kezdve a stíluson át egészen a HDR-ig van éppen az intelligens kameráig minden egy pillanat alatt bekapcsolható, nem beszélve a leik a vibrás, vagy éppen autentikus képalkotásról. A beállításoknál is rengeteg minden személyre szabható, a HDR10 bekapcsolható, hangerőgombok művelete, vagy éppen tájolási figyelmezetés, helyi formátum, rengeteg minden el lehet babrálni. De lássuk a képeket. Először a normál kamerával készült fotókat fogom nektek mutatni, mivel ez egy bemutató videó, így nem elemzésre kerül sor, de érdemes megfigyelni a dinamika tartományt, a vonalélességet, vagy a részlet gazdagságot is. Pont azért, hogy lássuk, hogy valójában egyébként tényleg mennyire jól működik ez a kamera, méghozzá a Leica támogatásnak is köszönhetően. Most pedig jöjjön a nagy látószögű egység, azért látszik, hogy a perspektíva meg tud változni, tehát teljesen más helyzetből készíthetünk különböző felvételeket de figyeljétek meg szerintem a sarkokat, hogy mennyire élesek, itt is érdemes a fehér egyensúlyra figyelmet fordítani, vagy éppen a dinamika tartományra, részletgazdagságra. És szerencsére telefotó kamerát is kapott a telefon, nem 3,2-szereset, mint a Xiaomi 13 például, hanem kettő szöröset, de ez is tök jó, hogy közelebb tudunk hozni különböző tárgyakat, vagy akár személyeket, és nyilván a portré módhoz is használható. A videók pedig 4K 30 FPS-ben készülhetnek maximum a képen látható minőségben, jól működik az optikai stabilizálás, és szerintem azért jó és a felvételek. Jöjjenek az éjszakai fotók, kezdjük természetesen először a főszenzorra. A szokásos dolgokat itt is érdemes megnézni, akár megállítani a videót, belenyitani a különböző felvételekbe, mennyire tetszik vagy mennyire nem. Most pedig jöjjön szintén a nagylátószögű kamerával készült felvételeknek a sora. Ebből is igyekeztem azért jó néhányat lőni, pont azért, hogy látszódjon mondjuk néhány épületnek a részletessége, vagy éppen feliratok, szövegek, mennyire olvashatóak, érdemes ezekre figyelni. Tehát, és akkor még a kétszeres zoom kamera el, fehér egyensúly, dinamikatartomány, minden ilyen, nem mondom el többször, inkább nézzétek, lássátok, elemezzétek ezeket a fotókat, amelyeket a Xiaomi 13 t készítettem. És akkor jöjjön még egy éjszakai videó is a főkamerával, látszik tehát, hogy azért ez a telefon abszolút helytáll, nem csak ebben a kategóriában, hanem akár feljebb is. Akkumulátor és töltési teljesítmény szempontjából pedig az a nagy helyzet, hogy egy 5000 mAh kapacitású aksi kapott helyet ebben a telefonban, ami használattól függen egy-két napig bírja üzemidővel. De ha merül, akkor sincsen nagy probléma, hiszen a melléket 67 wattos adapterrel pillanatok alatt nagyjából egy olyan 40-50 perc alatt fel is tölthető, szóval a gyors töltés támogatása mindenképpen előny ennél a készüléknél, persze vezetékmentes töltést nincs, ebben a kategóriában annyira nem is szokott jelen lenni még, majd remélhetőleg 2024-ben ez megváltozik. Az adatkommunikációs képességekről se feledkezzünk meg, ugye nyilván van Wi-Fi, vagy éppen remekül pozícionáló GPS, fejlett Bluetooth kapcsolat, érintésmentes NFC, illetve infra, valamint dual SIM és 5G is, tehát lényegében semmi nem hiányzik a repertoárból. A Xiaomi 13T pedig bár egy picit később érkezett meg az M Store-ba, mint a magyar piacról összességében, de hát érdemes volt várni rá, hiszen nagyon kedvező árat kapott, bekúszott 200 ezer forint alá, ennyiért pedig szerintem teljesen függetlenül is mondva, egy remek árértek arányú készülékről beszélünk, jó kamerarendszerrel, kiváló kijelzőről, ráadásul korrekt a hardware és még a víz és porállóságról sem kell lemondanunk. Na, hogy tetszik a Xiaomi 13T, t használtok-e már ilyet, vagy éppen tervezitek-e a vásárlását, vagy inkább a pro vennétek meg, írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, kövessetek a különböző közösségi oldalakon is. Szép napot, sziasztok!